Üdvözlöm a kedves nézőket, és mindahogy már megígértük, a mai 7 órás vendég Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója. Reggel a Pirkadatban tudtunk beszélni az elmúlt évről, meg a jövőről. A legnagyobb kérdés az volt, hogy hogy tudja megosztani életét, hisz neki is csak 24 órája van, a család és az operaház között. A napnál világosabb, hogy az operaház a sok-sok családot vonz, de minden embernek van egy saját családja is. Így aztán most a családról fogunk beszélni, meg arról, hogy ki is tulajdonképpen Ókovács Szilveszter, hisz azt tudjuk, hogy ő a főigazgató, akitől lehet félni, lehet őt szeretni, néha tapsol is, néha bele is füttyög, ezzel általában nem azt akarja kifejezni, hogy nem tetszett neki, hanem az ellenkezőjét, hogy nagyon tetszett neki, sőt, néha tehetné, még virágot is dobna néhai kolléganőinek. Szép jó estét kívánok! Jó estét! Mi is a különbség a reggel és az este között? Reggel futunk, rohanunk, este viszont van időnk. Ki az Ókovács Szilveszter, aki 1969. december 31-én megszületett? Hát ugye az azt jelenti, délutáni szülött vagyok, hogy én még érezhettem a 60-as évek levegőjét. Néhány óráig. De tényleg biztos más, mint 70-ben születni, tehát azt valahogy, én nem tudom, például a Beatles nagyon szeretem, akik ugyan 70-ben oszlottak fel, de a 60-as évekhez kötődik. Állítom, hogy kevésbé érezném magamat közel hozzájuk, hogyha egy hetes lenne a születési számaim között. Szilveszter, mikor érezted azt, hogy téged a színpad vonz? Mikor kezdtél énekelni? Nagyon, nagyon korán, tehát ugyan nincs a családban kifejezett zenész, sőt diplomás se volt, de a nagypapám, aki egy paraszgazdálkodó volt, meg volt egy kis boltja is, egyébként faluban laktak, Zalában. A nagypapám majdnem ferences rendi szerzetes lett, harmadik rendben volt 19 évesen, tehát az még a civil része. Aztán haza kellett menni a szüleinek segíteni a gazdaságban, és így nem lett ugyan szerzetes, viszont én cserébe megszülethettem, meg az anyukám. De ő ott a barátok között, illetve aztán később a falusi kántorságban, ugyancsak 9 ujjal volt, mert a Szecskaváó gép lelágta az egyik gyűrűs ujját, de 9 ujjal valamit elorgonálgatott falusi kántorként, aztán folytatta a vasvillával a szekér megpakolását, úgyhogy innen jött valami indítatás, rengeteget jártunk templomba, gyerekkoromban ott éltem náluk, az anyukámmal, hiszen elváltak a szüleim nagyon korán, és ott gyerek szoprán hangon már nagyon korán énekeltem a templomban, rengeteg éneket tudok a mai napig, és az anyukám is mesél, és én is emlékszem rá, hogy az óvodában pedig a anyáknapi versmondásért tülekedtem. Tehát ez a fajta exhibicionizmus, ez egy bennem, egészséges bennem, tehát nem tudom egészséges-e, de hogy bennem megvan, az biztos. Nem múlik, és a gyerekeimen, 4 kisgyerekem van, a gyerekeimen látom, hogy van, akiben szintén ott van, születésétől fogva, és van, akiben pedig beleplántálni se lehetne. Úgyhogy nagyon érdekes, ez egy adományként próbálom felfogni, csak ne irritálják vele túl sokakat, ez fontos lenne. Tehát ez nagyon érdekes, mert akkor azt is megállapíthatom, én mint egy ószövetségi, hogy te nem egy új templomjáró vagy, hanem tudod is, hogy miről van szó. Én, tehát ott telt a gyerekkorom, ezt ennyit tudok mondani, a Veszprémi Vár templomaiban, igen. Azt mondd el nekem, hogy végül is túl vagy az érettségin. Mi következik ezután? Hát alaposan. Már hogy a valódi érettségire, maturára gondolsz. Hát azon túl vagyok egy 30 éve. Hát azután az következett, hogy komolyan kezdtem az énekléssel foglalkozni. 10 komoly éven ment el, tehát 17 éves koromtól 27 éves koromig csak énekelni tanultam gyakorlatilag. Közben jogra is fölvettek, mert kéne egy rendes állás, mondták otthon a szüleim, vagy foglalkozás. De aztán végül a Zeneakadémiát választottam, és aztán itt kellett nekem pótolnom, nálunk nem volt otthon lemezektől roskadozó könyvespolc, nem jártunk operába, Veszprémben laktunk egy olyan helyen, ezt neked is elmondom, egy olyan helyen, mert így visszanézve tulajdonképpen ez még 22 évvel ezelőtt is így volt igaz, tehát a rendszerváltáskor ez még simán igaz volt. Veszprém kellős közepén Pap János megyeszékhelye, ugye?
Védeskező Pap Jánosé, ahol a város közepén egy völgyben... KB titkár volt. Igen, igen. A város közepi völgyben nem volt csatorna, nem volt telefon, persze nem volt telefon, nem volt gáz, nem volt aszfaltút, nem volt közvilágítás, és nem volt közlekedés. Ezt te most komolyan mondod? Semmi. Hát csak villany volt, illetve a vizet a szomszéd bácsitól kaptuk egy átkötésen, meg egy leágazott, kettő között elszámolt víz órával. Tehát ennyi volt, de ettől még gyönyörűen éltünk, és nagyon szép patakparti ház, szóval a Sédvesztőn közepén. Tehát én ebben a közegben nőttem fel, és ez az éneklés, ez a 10 év, amit ezzel töltöttem, és az én bálványom, egy kiváló német énekes, Liti Fischer Dieskau, úgy hívják ugye őt, az egyik nagy énekese volt a 20. századnak. Az ő szeretete, és mivel ő mindent énekelt, ezért rajta keresztül ismertem meg az opera irodalmat. És ismerted az ő munkásságát meg? Hát ez egy olyan kis történet, amelyik az életemet megfordította. Én részfúvós voltam a zeniskolában, trombitás, aztán pedig harsonás, ugye ez a hars, amit húzogatnak, nagyon sokáig játszottam rajta, a zenekarra utaztunk mindenfele, utcazenéltünk. De elért minket is a gimnáziumban az együttes alakítási vágy, ráadásul mi funkit tudtunk játszani, mert a fúvózenekaros barátaimmal tudtunk fúvós kórust is játszani, de aztán jöttek a gitárok hozzá, tehát a nyakban a basszusgitár, kézben a harsona, és akkor énekelni is kellett, írtam dalszövegeket, ez se állt tőlem messze, és egyszer valaki azt mondta, hogy én hamisan énekelek, amit rettentően furcsáltam, ez lehetetlen, és akkor rögtön beiratkoztam, már biztos nem tenném, de akkor azt mondtam a hasatának, hogy akkor mutassam nekem az énektanárt, és akkor megmutatta, és a gimnázium mellett elkezdtem énekelni tanulni, és mivel ugye mi kvázi túlkorosok vagyunk, hogy a mutálás után lehet énekelni tanulni, az meg nem kisiskoláskor, hanem már a középiskolai évek. Ezért rám hagyták egyik alkalommal, rám hagyta a tanárom, aki akkor igazgatóhelyettes volt, rám hagyta a Veszprémi Zeniskolának a tanáriát, ott be egy lemezjátszó, felrakott egy lemez, persze még bakelitet, ez 87-ben volt, és akkor szépen azon hallgassak meg egy dalt, és ezt jövőjára hozzam el itt a Kotta is hozzá, és ez egy Schubert dal volt, a Téli utazás című dalciklusnak a hetedik dala, Auf den Flusse, a folyónál a címe, kint a Leninliget, fáj, látszottak, tél volt, nagy hó, és bent le volt kapcsolva a villanyként, meg égtek a sárga lámpák, meg a hó világított, és akkor meghallgattam ezt a dalt, és eldöntöttem, hogy én énekes leszek. Ez körülbelül ennyi volt. És az a dal Fischer Dieskau hangján szólalt meg, egy angol Gerard Moore nevű zongora kísérő játszott, nem is Jörg Demus, mert ebből van neki 9 felvétele, Jörg Demus egy osztrák zongorista játszott, egy Eterna lemez volt, NDK-s Eterna lemez, szerintem joghézag következtében adták ki. Úgyhogy onnantól fogva nekem, mondom, 10 évem az éneklés felé irányulva telt el, és hát nem bánom, mert ha nincs a zenetanulás, akkor én ma nem létezem, nem hinném, hogy akkor például tévé közelébe kerültem volna úgyis, mint speaker, vagy szerkesztő, vagy bármi. Úgyhogy nálam a zenére alapult minden, abból nőtt ki minden, és hogy nem vettem végül sztárénekes, ezt persze sajnálhatom, de annyi minden más meg jött mellé, hogy mégis jó ez így, hogy van. Mi volt a legnagyobb sikered, mint énekes? Azon a Leninligeti szereplésen kívül, ami biztos a legjobb volt. Hát nagy siker, hát énekeltem egy csomó előadásban, énekeltünk, mit tudom én, Londonban énekeltünk Poppeát, volt egy pár németországi dalestem, ahol németeknek énekelhettem német dalokat. Az nagy dolog, mert ugye ők értik, és én nagyon szerettem arra figyelni, hogy érthetően énekeljek. Aztán ott a memóriának működni kell, mert különben így néznek rá, hogy ez mit jelentett ez? Hogy volt ez? Hát volt olyan, az éppen Keszthelyen volt a Festetics Kastélynak a tükörtermében, gyönyörű helyszín az is a daléneklésheztott ült egy német szivar az első sorban, a kezében egy Goethe kötettel. Az egy Schubert Goethe dalest volt. Hát ez kár volt. Tehát nem tudom, mennyivel izgultam jobban, mintha ez nem lett volna így. Hát ott ült, és így föllapozta. És emlékszem, bírtam a ráadásszám még, és a ráadásszám, amit az embernek így kell tudnia, de hülye voltam, az egy olyan dal volt, hogy kevésbé tudtam jól, és ott abban valami sorokat összecseréltem, és emlékszem, hogy hiába próbáltam nem figyelni erre az emberre, így láttam itt a perifériában, hogy így fölemeli a fejét, hogy tehát nem ez van. Játszunk egy olyat,
hogy én most a Milánói Szkálának vagyok az igazgatója. Ó, Pereira úr, nagyon jó. És minden énekesnek az a vágya, hogy oda egyszer elkerüljön. És ez attól függ, hogy fölveszünk-e téged állandó sztárnak, vagy nem, hogy spontán énekelnekünk valamit. Így beéneklés nélkül, minden nélkül, bármi legyen az. Jó. Látják, kedves nézőim, most a főigazgató úrnak kerekek bent zakatolnak, kották röpködnek a szemei előtt, hamarosan tél van, kint hull a hó, Lenin liget helyett az operaház előtt vagyunk, elnézést, a Milánói Szkálánál, aztán ezzel még nincs vége, mert majd eljutunk a Carnegie Hallhoz is, kiderül, hogy melyik vonza őt jobban. Gondolom elkészült, Kottát megtalálta, öné a pálya, a színpad. Hey, Péter, Péter. Hely a Mohi-hegy borának, 20 forint az ára. Ha magyar bankó folyna, annyit adnék rája, ha én megváltatnám a Kossuth bankóját, mindjárt megölelném galambom derekát. Azért ezt nem folytatnám most. Jó ez. Na, akkor elég. Most mondjuk meg nézőinknek. Én úgy érzem, hogy tudom, de nem mernék bukni. Mit hallottunk? Ez egy Kodály népdal feldolgozás, a Mohi hegybora. Állítólag Kádár János egyik kedvenc mulatos nótája volt, de annál korábban már Kodály felgyűjtötte ezt. Azok után, hogy ott nem volt csak, nem voltak utak, és mégis Kádár kedvencét. Ne, ez véletlen. A második verszakban is az van, hogy hallod-e te, Jankó, igen sok pénz nem jó, pallag a rostalló. Tehát alig, hanem a jankózás révén érthető talán a... 2011-ben érdekes dolgok történtek a nagyvilágban. 2011. szeptemberében egy katasztrófa volt, de ezt megelőzően egy nem katasztrofális döntés, sőt az ön életében egy komoly döntés volt. 2011. augusztus 22-én, biztos már augusztus 17-én megvolt a döntés, mert az én születésnapom, a magyar kormány úgy dönt, hogy a Magyar Állami Operaház kormánybiztosát nevezi ki főigazgatói kinevezéséig. Mit érzett, amikor közölték önnel? Ennek annyi előzménye biztos van, hogy az operaházban dolgoztam már korábban 4 évet, 2001-től 2005-ig voltam ott kommunikációs igazgató, és aztán onnan végül eltávoztam, akkor kezdtem el tévézni komolyabban, meg rádiózni, és akkor tulajdonképpen ez egyfajta visszatérés volt. Tehát nekem nyilván ismerős terep, hiszen az évfolyam társaim, meg a tanáraim, vagy már az is, akit én tanítottam, azok operaházi emberek voltak, meg magam is dolgoztam ott tehát éveket. Így az ember, meg kritikusként is nyomon követtem az operaház a közben lement 6 évét, amíg én nem voltam ott, és hát mindig úgy érzem, hogy köze van ez. Én végig azt éreztem, hogy én fogok még itt dolgozni valaha, de nem volt határozott szándékom, hogy mikor, meg hogyan. Nem is pályáztam, tehát volt 11 nyarán egy pályázat, talán május vagy június lehetett. Én a Duna TV-t vezettem, az se régóta, tehát csak előző novembertől, tehát egy fél év telt el, talán 9 hónap végül, és nem volt ilyen szándékom, de akkor egy ilyen interregnum állt be, egy ilyen fura állapot, amikor nem volt a színháznak vezetője, és közben eltelt az egész nyár, nagyjából szerencsétlenkedéssel, és jött az évadot kezdő előadás, és jöttek a hírek, hogy nincs szertek rendben a pénzügyek, meg olyan művészileg is ilyen bizonytalan helyzet volt, és hát végül is ebből alakult ki az, hogy a miniszterelnök tudván az én operai gyökereimet, meg az eredeti hivatásomat
végül behívott beszélgetni, és ha bár az unatévben nagyon jól el voltam, most hát nyilván azon mesterkedtünk pont, ami hiszen most valósult meg 5-6 évvel később, egy kultúrás csatorna indításán, Dunárt néven, ez volt a fő cél, de hát, hogy is mondjam, csak annak meg nem mondhattam nevet annak a meghívásnak, hogy az ember 40 évesen itt igazgató lehessen, ha nem is a legfiatalabb, mert volt ennél még fiatalabb egy Radnai Miklós nevű kiváló igazgatója a háznak 35 és 20, 25 és 35 között. Szóval, hogy nem a legfiatalabb, de nagyon fiatalon irányíthassam az intézményt, és hogy a fő fejlesztéseket megtegyük, erre is kaptam ott a miniszternektől ígéretet, hogy ebben ő partner lesz, nem lehetett nemet mondani, úgyhogy elvállaltam. Annak ellenére ma ennek a kulturális csatornának ön szolgáltatja a tartalmat. Igen is van, igen. Milyen ez, hogy először elment az igazgatónak, aztán átpártolt az operába, ezre nem lehetett nemet mondani, és ma szinte ennek a kulturális csatornának az összes használható tartalma öntől van. Ami elég felháborító, hisz körülbelül 3 héttel a premier után már lehet látni a televízióba. Ez nem befolyásolja a kassza sikert? Nem, szerintem nem. Ugye reggel beszélgettünk a Diótörőről, tehát való igaz, hogy sokkal több ember nézne meg egy jó darabot, mint ahányszor el tudjuk játszani. Úgyhogy én nem gondolom, hogy meg kéne tartani magunknak a jó darabokat, hanem az sokkal fontosabb, hogy az adófizetők pénzéből fenntartott operaház, az adófizetők pénzéből fenntartott köztelevíziónak ezeket rendelkezésére bocsássa. És azt én egy nagy lehetőségét élem meg, és van egy ilyen konstrukciós lehetőség, nyilván lehetne másképp is, de így van, és ez nem baj, hogy az operaház partnere lehet ennek vagy ebben a köztévének, magyarán, hogy mi magunk magazinműsort készíthetünk, kvízműsort készíthetünk, a történelmünket föllapozó naptárt készíthetünk, hangos naptárt, illetve hogy minden hétre betárazhatunk egy közvetítést is, mert ilyen típusú nyilvánosságunk eddig nem volt, és szépen el fogunk jutni majd a vidéki televíziókig is, mert ez... Azt akarja nekem mondani, hogy már is elkezdhetünk sorbálni, mint Magyarország elismert közösségi televíziója, ahhoz, hogy mi is élvezhessük eme gyümölcsöket, amiket önök elültetnek? Tekintve, hogy amit mi gyártunk, az közpénzből van, ennek a jogosultsága minket illet, nem mint hogy a tévéműsorok jogai, viszont azok meg mindenkiéi, úgyhogy szívesen adunk akármelyik televíziónak a magas. Nézőim, figyelték, itt az ígéret a magas kultúrának, önök is a nézői lehetnek. Van egy felesége is, aki jogász, történész, és gyermekeik is igen, vannak. Beszéljen róluk. Zsuzsi, nagyon szép lány. Nem látszik meg rajta a 4 gyermek. És ő nagyon türelmes is. Fiatalabb nálam 6 évvel, de szerintem 16-tal is. A múltkor valaki a lányomnak nézte, hát nem is. Tulajdonképpen azt hiszem, inkább örültem. Persze vele azért bosszankodtam. Tehát én magamat tarthatnám sokkal jobban is, de hogy is mondta egyszer Tornyán József, azt hiszem, ő mondta azt, hogy a stressz... Na, őt még nem idézte hogy a, sem, hogy a stressztől, stressz, tehát a kormányzati, vagy a, mondjuk a vezetői stressz, az embert az ivás meg az evés felé is terelheti, és én is az utóbbit választottam, tehát az evést. Na mindegy, ezzel... Egy opera énekes lehet túlsúlyos, nem? Hát azért senkinek nem jó az szerintem, úgyhogy ezen változtatni kell, de a lényeg az, hogy Zsuzsi meg a gyerekek, tehát az anyukájuk és a 4 gyerekük jól vannak, és hát a legidősebb fiú is csak 12 éves, és a legkisebb kislány csak 2, úgyhogy elég sűrűn jöttek, és hát nagy élet van nálunk, tehát egy ugye a magyar család, de olasz hangja van hangerőben. A kedves felesége jogász. Igen. A jogásztól mindig félni kell, mert ha nem kapja meg azt, amit a jog biztosít neki, akkor előbb-utóbb maga mehet. Valójában. Az opera. A kis énekléstől az embernek a torka úgy másképp viselkedik. Magyar forrásvizünk. Jó. Zsuzsi nem dolgozott soha jogászként, elvégezte az egyetemet, de nem dolgozott jogászként, inkább a történész szakma áll hozzá közel. Egyébként meg újságírással foglalkozott, úgyhogy jogi típusú vitáink nincsenek otthon. Ezzel megnyugtatott. Azt mondja el nekem, hogy
2016-nak a végén vagyunk. Hogy van-e nekem kritikám az operáról, vagy nincs, azt majd privátba beszéljük meg, nagyon jó. De érzem. Miért? Miért? Annyira vágyom arra, hogy egy interjúban szembesítsenek valamivel, amire riposztozni kell. Biztosak? Egész biztos, persze. Egy idősebb embernek, vagy egy testi fogyatékosnak nagyon nehéz élvezni az operaházba az előadásokat, hisz meg kell kerülni, meg kell kérnie valakit, hogy vigyék körbe, vigyék föl egy lifttel, és az nagyon kellemetlen. Én sántikálok, csak ha megyek, így nem látszik. Igen. De az nagyon ciki. Hát, a külföldi turisták, mintha egy kicsit alul lennének öltözve, iszonyúra zavar, mert én bármilyen fáradt, ha lehetek. Én úgy érzem, hogy én tartozok annyival azoknak a művészeknek, aki egy életen keresztül. Én tudom, hogy mennyit jelent, amíg a hegedűből hang jön ki, hisz a gyerekeim között vannak, akik 14 éven keresztül hegedültek. Én hordtam őket a konziba, tehát én tudom, hogy milyen nehéz. Aztán halálosan zavar például, hogy ezek az alulöltözött hölgyek és úriemberek tornacipőben, rövidnadrágban és egyéb felszerelésben, akkor is, amikor nagyon jó az előadás, a szünetben meglógnak. Ez olyan negatív hatással van rám, hogy amikor hazamegyek, akkor úgy döntök, hogy nem írom meg a kritikámat, mert zavar azt tudnélik egy kritikusra, amikor amit látott, meg kéne, hogy fogalmazza, és látom, hogy körülöttem mindenki elment, az nagyon kellemetlen. Mondom sorba szívesen. Az interneten vásárolnak, nem tudják, hogy mit vesznek. Én járok a Zeneakadémiára is, éppen egy opera előadást hallottam a kis terembe. A mellettem ülő az mondta, hogy a szállodaportás adta el nekik a jegyet valami 25 ezer forintért, és előadás közben kimentek, tehát még a szünetet sem várták meg. Bécsbe az operába legyen maga olyan gazdag, amilyen akar, így nem engedik be. Jó, sok minden szó esett, sok mindenről szó esett. Az egyik, hogy mondjuk van-e dress code, ugye erre lehet leszűkíteni vagy tömöríteni a kérdést. Nehéz ügy, tehát amikor mondjuk az ember Párizsban, a Bastille operában ül, ez mondjuk ez az ember én vagyok, és a feleségemmel átvágtuk magunkat a ottani Gay Pride Day felvonulásán, már eleve feltűnést keltettünk, kézen fogva egy fiú és egy lány. Milyen kellemetlen. Nagyon nagy hangerő volt kint, tehát tök jó, hogy a Opera Bastille-nak a hangszigetelt ajtaja a sokadik végül fölfogta ezt az ajt. Bementünk, és a legjobban öltözöttek mi voltunk meg a jegyszedők. A jegyszedők smokingban voltak, én öltönyben nyár volt igaz, feleségem szép ruhában, és bent pedig mindenki strandpapucsban, tornacipőben, a Bastille opera székei között olyan pohártartók vannak, mint a mozikban itt. Tehát valamiképpen ott már bele is nyugodtak ebbe, sőt azt mondták, hogy akkor olyan kényelmes. És egy olyan új világot látott az ember, ahol azt mondják, hogy egy operában vagyunk, egy önmagát talán túl is élt műfajban, már olyan értelemben, hogy mondjuk 3-4 órát az ember, ma már egy mozifilm nem véletlenül nem 3-4 óra, tehát a torinói ló az egy nagy kivétel. Nem bírnak ennyit az emberek ma már, annyira turbulálunk. Nem is nézik sokan. Igen, de ugye mi a Wagnert, meg nem tudom, Richard Strauss-t, vagy akár Mozartot, a Don Giovannit nem úszhatjuk meg ilyen végletesen, egyáltalán hozzá sem nyúlhatunk. Úgyhogy ha valaki ezek után még bejön egy ilyen darabra a mai emberek közül, akkor az legalább üljön kényelmes székben. Húzhassa be a akkor most szakítom meg, és mikor lesz kényelmes szék az operában? Hisz az Erkel azért jó, mert végre az ember belefér és kényelmesen ül a székbe. Ugye nagyon nehéz egyszerre számon kérni a építészeti hitelességet és a kényelmet. Az idő megváltozott, és időnként a hozzáállás, a szemlélet meg nem engedi megváltozni a körülményeket. Na de most beszélt arról, hát persze, hogy Franciaországba. De az lett volna még a sztorinak a vége egyébként, hogy Richard Strauss darabot néztünk, az Arabellát, ami nem nehéz zene, de Strausshoz képest nem nehéz, tehát magyarán kicsit nehéz, kevésbé ismert darab. Előttem ült a Láció 8-as számú mezében egy fazon, mezben jött be, persze, vizes üveggel, Jézus papucsban leült, és előttem, tehát néztem a tarkóját, előttem volt, de ez az ember
nagyon feszülten figyelte az előadást, értett mindent, jó helyeken tapsolt, szerintem jó módon rezonált az előadással. Hát ő egy Richard Strauss fan volt, de nem öltözött fel. Most ilyenkor az a kérdés, most visszarakom a kérdést Péterhez, most itt van egy ember, aki hajlandó egy Richard Strauss darabot megnézni, kifizetni a 200 eurós jegyárat. És azt mondjuk neki, hogy akkor ne nézze meg, azért, mert ő nyárban egy hosszú operában csak egy baj van, hogy ez egy modern operaépület, az más, meg ez más. Oda én sem mennék frakba vagy smokingba, de Bécsbe sem mennek be papucsba, és hogyha azt mondom, hogy a bécsi opera vagy a magyar opera, az nálam egy levelem van, ha bár Bécsbe csak telefonálok, hogy jövök és piros szőnyeget kapok, nem így van ez a budapesti operában, most privatizáltunk egyet, tehát az a kérdés, ha én föl tudok öltözni hullafáradtan is meg akarom nézni, és ha a Wagnernél, a 9. próbálkozásnál már eljutok a szünetig, mert a szünet előtt nem megyek el, én próbálkozom, egyszer majd végig is fogom tudni nézni, hallgatni, akkor más is úgy legyen. Hát félek attól, hogy ezt így nem biztos, hogy át tudjuk ütni az embereket. Jó, és mi van azokkal, akik fogyatékosak, de mégis szeretik a komoly zenét egyébként és az operafányai? Igen, akkor ezt mégis egy tömbbe fognám az előző kérdéssel. Tehát az Operaháznak ugye most esedékes a korszerűsítése. 2017. június 25-én bezárjuk. Utána az a tervünk, hogy az egyik lenti szélfogó helységből egy olyan dress roomot csinálunk, ahol megpróbálunk bizonyos méretekben zakókat, meg blézereket tartani, és a turistáknak kísérletképpen ezeket oda fogjuk adni bérbe. Tehát kibéreltetjük velük, hogy azért az ne legyen. Maga ugye, gondolatolvasó, igen. Olaszországban azért a templomokban is jobban odafigyelnek. Nálunk egy templomban simán be tud menni egy nő váll nélküli bluesban. Hát tudja, én a közel-keleten érzem 30 évig, és a közel-keleten Jézus sírjához sem, meg a siratófalhoz sem engednek oda. Azt mondom, hogy Olaszországban sincs ez így, de nálunk így van. Tehát azért mondom, hogy nem csak a magyar színházban, a magyar templomban, a szent vagy a szakrális térben sem működik a dress code, de működhetne, mi teszünk erre majd próbálkozást, de meg kell várnunk a felújítást, hogy ez a helyiség felszabaduljon, miként a székekkel is, és azzal is, hogy legyen két liftünk. Tehát a Péter gyakran jár hozzánk, tehát tudja, hogy van a harmadik emeletnek egy nagy néző, két bal meg jobb oldali lépcsőkarja, és annak a spirálnak a belsejében tud futni két lift, és azzal föl lehet majd jönni. Hát mit csináljunk, ha ebből nem tervezett bele liftet, akkor meg kell várni egy ilyen felújítást, mint ami most következik majd el, és abban tudunk erről gondoskodni. Egyébként valóban nehéz. Az Erkelben már van ilyen. Tehát amit mi tudtunk intézni, és nem volt műanyagi védettség alatt. Az Erkelben van lift, nem mesélje róla. Abszolút. Tehát kerekesszékkel az Erkelben korlátlift van, föl lehet jutni. Nagyon jó, ezt nem tudtam. Van valami nagyon pozitív. Előadások előtt egy előadást lehet végighallgatni. Hogy becézi ezt? Ez a hangoló. Ez a hangoló. Van a hangoló, meg a faggató. A hangoló az a premierek előtt, mikor egy új darabot kitűzünk, akkor meg lehet hallgatni valóban egy zenetörténészt, vagy az adott darab karmesterét, és akkor ő elmondja, hogy miért szép ez, amit most történni fog. Ezt a nézők jeggyel meglátogathatják. A faggató pedig ez után történik, amikor a néző már meglátta, lehet, hogy a második hamlékadás után, mikor, hogy esik, és akkor meg lehet kérdezni, hogy de ez miért volt így? És hogy gondolta ezt, hogy nem tudom, sárga volt, vagy zöld volt a háttér, és közben meg nem tudom, egy bérházban voltunk. Amikor ön megszületett, akkor én már tinédzser voltam. Lehet, hogy a Ratkó gyerekeknek sok rosszat adtak, de volt jó is. Egy olyan általános iskolába jártam, ahol az énektanárnő kötelességének érezte, hogy az alapműveket megismerjük. Sőt, már alsótagozatos koromban is jártam az Operaházba, és sokszor voltunk az Erkel Színházba is. Mégis a komoly zenei szeretetem az túl a 30-on jött meg. Mit tesz ön ma azért, reggel már hallottuk, és most is kicsit érintettük már, hogy ez másképp legyen, hogy újból a gyerekek eljöhessenek, ha nem is az operába, akkor legalább az Erkelbe, önnek gyerekei vannak.
Igen. De hogy milyen a magyar közoktatás. Valójában semmilyen energia és egyetlen perc sem hiába való, amit a gyerekek zenére vagy operára való megszeretetésére áldozunk, és nem tudunk eleget adni sosem. Tehát előfordul az, hogy a munkatársaimmal beszélgettünk, és azt látom, hogy most már tényleg elég, most már van 8 féle gyerek sorozatunk, a 2 évestől, sőt a 0 éves ringató is van már az Erkel Színházban évek óta, ettől az egyetemistákat magába fogadó bérlet lehetőségig, hogy ezt már nem kell tovább szegmentálni, ez már jó van, most már azért hadd nézze meg egy felnőtt is, legyen annak is előadás, de valójában minden kevés. Tehát egyrészt nézzük az opera látogatók korfáját. Az opera látogatók létszáma az elmúlt 4 évben megduplázódott. Tehát ez egy olyan siker, amit a külföldi szaklapok nem akarnak elhinni. Aztán mikor látják saját szemük, hogy egy azon időben opera meg az Erkel is tele van, akkor ezt értik, hogy ez most pont a duplája. Önnek időnként kéne a Breuer Press cikkét olvasni, amit naponta 70 ezeren látogatnak meg, és ez nem a reklám helye, és ott erről beszámolnak, sőt, külföldi olvasóink még kommentálják is, hogy bár őnáluk is úgy lenne. Meg fogom nézni. Valóban, amikor az Erkel nálunk kinyílt, akkor máshol bezártak operaházak. Nem összefüggés, csak érdekes perlekedő párhuzam ez. Na, azt akartam mondani, hogy a gyerekprogramok és a 2 színház kinyitása annyiban van összefüggéssel, hogy nyilván így több a területünk arra, hogy gyerekprogramokat érvényesítsünk. Ugyanakkor kinek-kinek a saját adott körzetében, ahol él, mondja, nem tudom, egy szexárdi családnak Szexárdon is meg kell kapni azokat a kisgyerekes programokat, amik a zenei neveléshez kellnek. Hát ott is van zeneiskola, ott is van művelődési ház, ott is van valami kis kamarazenekar, most pont Szexárdon nem... Ez az operaház nagykövetei program? Nem, most azt úgy gondolom, hogy ott helyben lokálisan is kell legyen egy alapfok, ami ott van, de nekünk valóban az opera nagyköveteink elmennek, ugye egy évben több mint 1000 előadást tartanak Magyarországon. 25 ember, ugye hetente 2-szer elmennek, egész elképesztő hatásat tud adni, főleg, hogyha összehangoljuk éppen az októberi és a májusi opera kalanddal, amikor az Erkelbe jönnek a diákok, középiskolások, és úgy mennek le a terepre, hogy oda mennek azon iskolákba, akik majd jönnek. Több mint 300 iskola jön egyébként ebben az egész netzben, vagy hálózatban ennyien vannak benne, egész elképesztő hatása tud lenni, de az az igazság, hogy, és akkor most nem akarok hozzászólni, hogy a lényeg ennek a huzamosság szerintem. Tehát mi ott rengeteget hibázunk magyarok, hogy van egy ilyen nagy tajtékos nekibuzdulás, akkor jó, akkor most akkor ebben az évben ezt. Őket elküldjük oda, mi ezt játszunk el, kötünk egy éves szedést a, nem tudom, a MÁV-val, és akkor így. És akkor hát lehet, hogy nem is minden jött ki jól, meg már jaj, már is késtünk a következő évet, nem tudjuk megszervezni, és akkor hát akkor megpróbáltuk, nem sikerült kész. De nem, évről évre tovább kell csinálni, és az is lehet, hogy lesz benne egy lejtmenet. Nálunk is volt egyébként pont a második, most eddig 7 úgynevezett szezonunk volt az opera kalandban, tehát 7 teljes hónapot adtunk így a gyerekeknek, és a harmadik volt az, ami oda egy kortárs darab is bekerült, és ez egyből nem is őket, a tanáraikat megrémítette. Vajda János Mário és a varázslója, ami egy kiváló egyfennásos opera, és egy kevésbé ismert Mozarttal játszottuk egyszerre a színigazgatóval. Ettől a tanárok megrémültek, de ebből is tanultunk, szóval beigazodik az a Széchenyi István féle mondás, aki azt mondta, hogy az utunkba gördített nehézségekből lépcsőt lehet építeni. Ezt így kell szállni. Hát hogyha az a fiaskó nem lett volna, hogy a 18.000 gyerek helyett 9.000 gyerek jött el arra a sorozatra, 9.000 gyerek a fiaskó, azért csak úgy mondom, hát ez nem olyan rossz, attól tudtuk meg azt, hogy nem a diákokat kell elsősorban nevelni, őket is kell, de ha a tanáraikat nem nyertük meg, akkor nem lehet őket elhozni Budapestre, Lentiből, meg nem tudom én honnan, Békés Csabáról. Tehát ezért indult egy opera akadémia tanároknak, amikor tanárokat hívjuk ide, ez most már egy akkreditált képzés, tehát belefér az amúgy is kötelező képzési szisztémába, és őket akarjuk közelebb húzni az operához, hogy ne féljenek eljönni majd a Mário és a varázslója, mert tökéletesen fogyasztható darab, és úgy is van tálalva. Történtek ebbe az operában pozitív dolgok is az elmúlt években például. Jaj, de jó. Megnyitotta az opera az új ajándékboltját.
Hát ez, igen, hát az operaháznak, amikor annak idején megépítették, volt két oldalsó pénztárcsarnoka, teljesen paralel, és ezekben volt egy nagy rézkígyó, egy nagy korlát, ma biztos kordonnak mondanánk, és e körül kígyózott a sor, akkor még nem volt internet, vagy ha volt, nem volt olyan széles sávú. 1884-ben, és ezek mára, ezek a, nem is mára, már 20 év ezelőtt is kiüresedtek ezek a pénztár termek. És aztán gondoltuk egy nőt, és azt mondtuk, hogy akkor ezeket most használjuk. Egyikből lett az Opera Café nevű vendéglátóhely, a másikból pedig az ajándékbolt. Ez lett volna a következő pozitív dolog, hogy végre, amikor az ember elmegy az operaházba, időbe parkolóhelyet talál, és az előadásig van idő, vagy akár utána, akkor emberi körülmények között lehet. Hogy választották ki, hogy Magyarország legjobb süteményeit is ott lehet elfogyasztani? Előkóstolta, hogy ki mit kínál? Jaj, hát szerintem ennyire, jó döntés ennyire volt. Nem voltam gondos. Sokadik szolgáltatót fogyasztjuk az operaházban. Ez egy érdekes kombó, mert az operaházban nem csak nézőtéri büfék vannak, hanem ugye vannak belső büfék is, ahol a tagságot ki kell szolgálni, alacsonyabb árakon, nyilván szerényebb választékkal, meg nem pont azzal a típusú első osztályú menüvel, mint ami máshol van az operaház más szinterein. De az a lényeg, hogy bele tud szólni, például a szakszeret is abban, hogy melyik szolgáltatótól váljunk meg, vagy melyiktől ne. És eddig mindenkit kipöcköltek, és joguk is volt hozzá, meg igazuk is volt benne. Ez a mostani, a zsidai féle gasztronómiai szolgáltatás viszont belül is... Ez nem a reklámhelye volt, hát most mondom a médiahatóságnak. Igen. Tehát ők belül is ráéreztek arra, hogy mit kell belül adni, és mennyiért kell azt adni, és hogy kifele is. Hát nyilván a kettő között hatalmas különbség van árban, de ugye nehéz is lenne elvárni, hogy pont az operaház nagy büféjében egy puccini eladás szünetében valami olcsó legyen. Tehát ezt időnként magyarázni kell a nézőknek, hogy ez egy első osztályú hely, itt most ezt nem lehet másképp. Mi az, amit még elérhet az életbe azon kívül, mondjuk, hogy nagyon sikerül gyerekei lesznek, együtt fog megöregedni a feleségével, egy következő pályázat? Hát én úgy gondolom, hogy a pályán csúcsán vagyok, tehát ennél följebb nincs út, tehát én nem leszek miniszter, vagy ilyesmi. Meg már mondom, sztár énekessel leszek. Szóba jöhet egy újabb pályázat, ez kétségtelen. Tehát hogyha a 18 nyarára az operaház visszanyílik, tehát újra meg van nyitva, és az Eiffel csarnok is, az Eiffel műhelyház, ahol a rengeteg díszletünket, kerékünket, ruhánkat tároljuk, ott tudunk próbálni, ez egy új színháztermünk, ott a Bánfi színházterem, és ott fogunk ráadásul még műhelyeket is létrehozni, ahol készülnek az operázi jelmezi díszletek. Nos, ezek mind 18 nyarára lesznek készen. Azokkal mostanában kicsit baj van azokkal a jelmezekkel, nem? Mi a baj velük? Elkészülnek időbe. Hát, van rá pénze, hogy kifizessék? Rengeteg a bemutatónk, mert le akartuk a repertoárt cserélni, hogy a nézők újakat lássanak. Nem mindig új típusú rendezést, de hogy ne ugyanazt, amit az elmúlt 30 évben láttak. Nyilván ebben voltak fönnakadások, már olyan értelemben a nézők nem igen vették észre, hogy nem volt időnk, vagy nem volt elég kapacitásunk belül ezeket elkészíteni. Ezért volt a külső gyártók, na azokkal még ismerkedünk. De a cél az, hogy mi magunk a saját gyártásunkat magunk tudjuk intézni, és ehhez kell az Eiffel. Na most ezek mind 18 nyarán lesznek készen. Nekem akkor jár le a megbízatásom. Úgy gondolnám, hogy szép lenne még egy turnust vezetni úgy az operaházat, hogy ezek a fejlesztések mind pont megvalósultak, és utána kiérünk a létre a napsütésre. És az Eiffel akkor megmarad játszótérnek is utána? Az Eiffel, igen, fog abba fognak menni a barokk operák, abba fognak menni a kortárs táncdarabok, vagy a kortárs operák is. És akkor a környéket is ahhoz képest rendbe kell hozni? Remélem, hogy mi ezt felhúzzuk, de nem a saját két kezünkkel, hanem a vonzásunkkal. Mellénk fog költözni, szerintem van erre esély, a közlekedési múzeumnak egy szakága. Esélyi ruhában a 37-es villamoson. Ott én abban reménykedem, hogy ott még Péter sem tenné szóvá. Olyasmi lesz, mint a Várkertbazárnak a színházterme, hogyha az hogy, más, hogyha az járnak. Más. A Várkertbazár színházterme egy nagy déjà vu, hisz valamikor, amikor fiatal voltam, oda jártam csörögni az Ifjúság Parkba, tehát eleve a Várkertbe menni az
az egy ilyen visszatekintés. De ez a tér akkor nem volt még talán ez a ez nem volt, de az ember ránéz az ifi parkba, a teraszokra, maga ezt nem látta. Én már tínédzser voltam, amikor már a végét járta, de ne privatizáljunk. Tehát akkor azt mondta, hogy fogadjuk el a kínaiakat, japánokat és mindenféle turistákat, örüljünk, hogy jönnek, és azért az a vállukon, állami... Azért a vállukon lehet egy zakó, de tehát van egy régi anekdota, még azt elmondhatom. Igen. Ezt, hát, ha érdekesebb, mintha bármire válaszolok, mármint a saját mondanónál. Amikor Párizsban, megint Párizsban járunk, az egy hasonló, hozzánk hasonló két színházas egység. Én azt szeretem nézni, hogy ők mit csinálnak, mert nagyon rokonok a problémák is. A Bastille, a Garnier pont ugyanolyan régi, pont ugyanolyan új típusú, mint az Erkel. Na mindegy, az a lényeg, hogy volt egy francia igazgató, akinek meggyújt a baja az akkori párizsi kalapdivattal. A hölgyek akkor a toalettekbe, akkor a kalapokba érkeztek, hogy nem láttak egymástól. Meg a férfiak se a nők kalapjától. És hogyan lehet a női kalapokat úgy levenni, hogy ne sértődjenek meg rajta, nem maradjanak otthon, és így nem húzzák el a férjüket sem magukkal, húzzák és hozzák el. És mi volt a megoldás? Nagyon elegáns szerintem. Azt írták ki, hogy az előadás alatt csak idősebb hölgyek tarthatják fönt kalapjukat a fejükön. És mindenki fiatal akar lenni. Búcsúzóul, az előbb egy más játszóteret ajánlottam önnek, Carnegie Hall. Be kell bizonyítsa, hogy a magyar szerzők, a magyar előadók a legjobbak. Kinevezem itt igazgatónak egy feltétellel, hogy csak magyar szerzőtől, csak magyar előadókkal mi lesz a program? Tehát ez egy gálaest, mondjuk? Uh-huh. Ez egy gálaest. Biztos, hogy játszani Kodályt. Kodálytól mit? Kodálytól egyik fél ötlet, hogy Kodálynak adnám. Tehát azt mondanám, hogy a galántai táncokat játssza el a zenekar. A galántai táncokat a mi zenekarunk mutatta be egyébként. Aztán pedig a budavári Tedeumot is játsszák el, ami meg nagyon szépen mutatja a magyar gyökereket, és nagyon fogyasztható, és közben egyházi zene is, tehát van egy spirituális tartalma. És a másik fél időben pedig elcsépel talán, de Bartókot játszani, talán Táncfitet, és Doknány is lenne mellette, a gyermekdal variációk, teszem azt. Igen, igen. És a maiak közül például Madarász Ivánt is szívesen játszanék. És nagyon flexibilis zene. Még valakit a kortásból, vagy senki? Kortások közül elég sokan írtak most nekünk zenét, az egy szokásunk, hogy minden évben fölkérünk zeneszerzőket, minden évben új nyitánnyal indul az operaházi új év. Tehát most is, most például Karosi Bálint, Amerikában élő orgonaművész zeneszerző nyitányával kezdünk. Előtte Tallér Zsófia volt, Varga Judit, Matyó Tamás. Nehéz ám választani, nagy a bőség, csak nagyon nehéz manapság zeneszerző sztárrá válni. Viszont így a Carnegie Hallban, ami egy nagyon patinás hely, oda azokat vinni, akik az amerikaiak számára mondanak valamit. Ez az három szerző. Megkínálnánk EME intézmény vezetői székével, elfogadná? 2018 után. Most ha ez egy komoly kérdés, akkor nem. Szeretek itt valami. Időnk a végéhez közeledik. Én úgy érzem, hogy nagyon sok minden van, ami nem fért bele ebbe a 7 órás vendégségbe, úgyhogy visszavárjuk. Nem csak azért várjuk vissza, mert szeretnénk a nézőink is élvezhetnék azt, amit az ön és az én forintjaim, az önök forintjaiból készül. Erre ígéretet kaptunk, leverjük majd a főigazgató úron. Hanem mert szeretnénk azt, hogy a magyar nép méltó legyen régi nevéhez. Tudja, hogy kik mit szereztek, hisz vannak épített örökségeink, és én néha azt mondom a zenére is, hogy ez a miénk. Hát itt van Goldmark, ugye? Itt van egy magyar zsidó. Nem eleget beszéltünk róla. Goldmark Károly, megszületik ugye Keszthelyen, nem beszél magyarul, talán picit csak. Az élete nagy részét Bécsben éli, a darabjait németül írja, a Sábát is, a többit is,
és vallásos zsidó családból jön, nem is tudom, 9-11 gyerek, már nem is tudom. 12 éves koráig írástudatlan, olyan szegények voltak. És aztán később, nem is tudom, hivatalosan nem is tanult zenét. Valahogy magától. És 45 éves, mire az első operáját ki tudja hozni, és az meg pont világsiker lesz. Tehát egy ilyen sors, és közben soha nem tagadja meg az ő magyarságát. Hát ez, ezek csodálatos témák, és ezeket nem eléggé beszéljük ki. Már régen túl vagyunk a műsoridő végén, de ha már felhozta a Sába királynőjét, ami meglepetés volt számomra, hogy újra elővették, leporolták, szenzációsak a díszletek, nagyon jók a szereplők. Mennyire érte meg, mennyire adják el a jegyeket rá? A Sába nagyon megérte. Tehát a Margit szigeten is tele volt, ott volt a premier, a szabadtéri premier, aztán belül is az Erkelben. Most idén is menni fog a magyar fesztiválunkon, menni fog kétszer a Sába. Szerintem művészileg is nagyon megérte. Azon túl, hogy nem rögtön találtunk bele tenort, itt a lemezen is a Filippino srác énekli, Luttapon Tamati, de egyébként gyönyörűen. Az a híres nehéz ária, Magisetőne, hát az gyönyörű. De László Boldizsár képes volt megcsinálni, ő volt a váltó szereposztása, és majd most már ő csinálja az évvégi fesztiválon. És Sümegi Eszter, vagy Gálerika, ragyogtak a szerepekben. Tehát mindenkinek újra fölfedés volt, nagyon régen nem ment a darab. Ezt az utolsó lemez felvétele is, mondjuk még Fischer Ádám, Siegfried Jeruzsálem, ezek énekelték, tudom, 82-85 A Filharmonián elők játszották. Filharmonia és az opera szerves része. De igen, csak hogy mondom még lemez is 30 éve készült belőle, úgyhogy ezért fontosnak éreztük, hogy legalább egy nagy 80 perces keresztmetszetet Kovács János dirigálásával örökítsünk meg, az élő előadásokból készült, tehát hogy is mondjam, csak egy kicsit talán még életszerűbb, mint a stúdióknak a kidolgozós világa. Tehát akkor a jövő évadban is a fesztiválokon kívül is láthatja a nagy közönség? Tehát idén megy még, tavaly és tavaly előtt is ment, jövő évadban szerintem pihenőn van, kell egy ilyen forgórendszer bele, de hát a Sávát azt nem veszük le. Ez egy különlegesség, amit mindig adagolni kell, de jelen van, és a repertoár része marad. Volt egy olyan, hogy opera bál? Olyan volt, igen, volt. Vége? Hát nincs vége a bálnak, nagyon sok minden történt azóta, mondjuk a jogszabályi környezettel is, teszem azt mondjuk, egy cég, aki régebben még megtehette, hogy nem, és nem egy cég, hanem mondjuk 50 cég, hogy megvesz egy asztalt, és ezt elszámolja magának, az most ezt nem teheti meg, vagy jóval rosszabb anyagi, vagy tehát ilyen járulékföltételek mellett. Tehát az a forma nem működik. Tehát ekkora veszteséget nem tudunk mi elszámolni. Úgyhogy most esté van, két híres énekessel, egy Antonienko nevű ukrán, a világ ma legmenőbb Otellója, sose volt még itt. És Ilderbado D'Arcangelo pedig az a minden asszony álma, az a legmenőbb Mephisto most, ez a bariton sztár, ők ketten is itt lesznek aznap este, és akinek van kedve, utána az tud majd táncolni a színpadon, de az egész operázat nem fogjuk emiatt egy hétig leállítani, és minden széket kicsavarozni. Örülünk, hogy ezek még elbírnak egy fél évadot, aztán utána majd úgy is jönnek a várt új fotelek. Nem lehet az operaház igazgatójával beszélni, főigazgatójával úgy, hogy egyik nagy sikerű utolsó kérdésemet föl ne tegyem. Morzsabál. Morzsabál, igen. Hát az amikor lesz... százak érkeznek meg távoli magyar vidékekről, falvakból, fogyatékosak és egészségesek, akik életükben még nem voltak az operába, és ön akkor föl kell, annak ellenére, hogy mi volt előtte való nap éjszaka, ott hát együtt, a együtt kerünk föl, különböző ingatlanokban, de Péter is ott van, odaérkezik. Na igen, hát ez így van, de nehogy azt higgye bárki, az operaháznak ennyi a karitatív tevékenysége. Tehát most már van a kalendáriumunkban, ami 600 oldal, egy külön karitatív fejezet. Tehát most is mennek a diótörők, három olyan diótörő van, ami karitatívra megy. Közben az Erkelben is megy egy olyan pomádé, most kis karácsony műsorok, akkor van ez a Morzsabál, ezen kívül vannak nagycsaládos sorozatok, amik 75%-os állagérdés. Szóval rengeteg dolgot próbálunk tenni azért, mert közben tudjuk, ez, ha úgy tetszik, ez egyfajta lelki
fordulás, egy ilyen permanens lekifordulás. Az operaháznak az árait magasan kell tartani, mert ezzel keresztfinanszírozok az Erkel Színház alacsony árait. De ide is szeretnénk megengedni az embereket. Nagyon fontos, hogy legyen arra érzékünk, hogy találjuk meg azokat az utakat, amelyek mentén kisgyerekek, vagy akár nagyobbak is, meg családok is oda eljuthatnak. Ez egy kényes egyensúly, de szerintem sok minden változott, és szélesebb lett a lehetőség. Kedves nézőim, vannak, akik azt mondják, hogy épp testben, épp lélek. Én azt mondom, hogy könnyű klasszikus zene nélkül, opera nélkül nem élet az élet. Az elmúlt órában műsorunk vendége volt az Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter, akit visszavárunk. Megtudhattuk tőle, milyen volt a gyerekkora, milyen körülmények között lett a család első akadémikusa, az első nagy zenésze. Megtudhattuk, hogy gyermekei is lehet, hogy egyszer az élet színpadán, majd az operába, de az is lehet, hogy egy tárgyalóteremben bírók lesznek, vagy orvosok. Bízzuk rájuk. Nekem úgy tűnik, hogy ő nem fogja rájuk kényszeríteni azt, hogy énekeljenek, vagy zongorázzanak, és abba is bízunk, hogy végre meg fogja találni azt az időt, amit a családdal kell tölteni. Ha más megoldás nincs, mi javasoljuk neki, hogy időnként költözön a család is be az operába, és akkor talán könnyebb lesz neki hazatérni. Köszönöm, hogy velünk volt, köszönöm, hogy velünk töltötte ezt az órát. Én arra számítottam, hogy közben mindenféle izgalmas verkifilmeket fogunk vetíteni, de ennél sokkal érdekesebb volt az, hogy kérésre kapásból énekre fakadt, talra fakadt. Én bízom benne, hogy jól választottak 2011-ben, amikor magát bízták meg, és mi szurkolunk a 2018-as jó döntésért is. Köszönjük, hogy rendelkezésünk rá. Köszönöm. Kedves szépen. Nézőknek ajánlom, hogy nézzék vissza ezt a beszélgetést, ahányszor csak tehetik, hisz nagyon érdekes dolgok derülnek ki belőle. Kiderül az is, hogy lesz egy gyerekből operaigazgató. Próbálják meg utánozni. Köszönöm, hogy minket választottak, most a híradó, és utána még érdekes műsorokkal várjuk a viszontlátásra.